Sziasztok! Smoky vagyok, üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk a bányában, és amit látjátok, nem tétlenkedtem, van az mondja 2, 3, 4, 5 bánya folyosónk, eddig legalábbis, és hát gyűjtöttem elég sok cuccot. Van még persze egy pár üres ládánk, de alakult, van elég sok építőanyagunk, ezek a kis lököm itt gyorsan. És itt pedig elkezdtem valamit, mindjárt meg is mutatom, az F3 és a G gomb megnyomásával, mint tudjátok, elő tudjuk hívni ezeket a chunk boulderokat, és közben rajta vagyok itt a chunkbase.com-on, ugye ez egy olyan website, ahol különböző ilyen chunkokat tudunk megnézni. Na most az igazság az, hogy itt a website azt írja, hogy legutoljára 2017-ben volt a Slime Chunk szempontjából update-elve ez a website, de itt azt mutatja, hogy gyakorlatilag pont itt, ahol a bányánk van, ugye valószínűleg azért is találtunk, két emlékeztek az előző részben slime-okat itt, mert pont itt van egy Slime Chunk itt ebben a chunkban igazából. Fel is kezdtem már kiásrogatni, és most, ahogy elkezdtem igazából ezt a bányászást, amit találtam még gyémántot is, ugye most már a Fortune 2 rajta van a csákányunkon, viszont amiatt, hogy már majdnem mindenünkön, tehát a páncélunkon is mindegyiken van mending, emiatt viszont kicsit lassabban regenerálódik a csákány, hiába van rajta mending, úgyhogy majd arra ki kell találnunk valami megoldást. Mert itt nem messze van tőlünk a Skeleton Spawner, amit találtunk, igazából még az első részben, jól emlékszem, és valószínűleg meg fogjuk csinálni. Fogunk csinálni egy skeleton grinder, tehát egy ilyen skeleton ölő szerkezetet, amiből majd, hát majd még addig elgondolom, hogy lesz-e belőle XP is, vagy csak az íj és a csont, majd még kitaláljuk. Valószínűleg fogok mellé építeni egy fish farmot, és akkor egyszerre tudjuk mind a kettőt AFK-zni. Fel is érkeztünk itt a csangnak a széléhez, tehát lehet látni itt, ahol ezek a kék vonalak vannak. Ez egy gyakorlatilag a csangnak a szélei. Úgyhogy itt már tudunk fordulni. Találunk itt közben az elég jól cuccokat. Pont ide raktam be ezt a sütőrendszert, nem a legszerencsésebb helyen van, de hát nem baj, majd arrébb tesszük, nem esünk kétségbe tőle. Meg is van az első szintünk. Ez ugyan még csak két blokk magas, úgyhogy ezt ki kell, hogy bővítsük esetleg majd még egy blokkal. Lehet, hogy meg is csináljuk gyorsan. Megyünk lefelé. Mégis teljesen minden, most vagyunk a 12. szinten, és a slime-ok azok a 0 és a 39. szint között spannolnak. Úgyhogy mégis tök mindegy, hogy merre indulunk. Szóval, hogyha úgy döntünk, hogy megépítjük ezt a márpedig szerintem meg fogjuk építeni ezt a slime farmot, akkor úgyis ki kell ásnunk az egészet, teljesen a bedrockig, tehát az 5-ös, 6-os szintig, egészen fel a 39-ig, úgyhogy ez lesz talán az első nagyobb projektünk. És minden esetre arra jó lesz ez, hogy ezt itt megcsinálom, hogy leteszteljük ezt a területet, hogy ez tényleg egy slime chunk-e vagy sem. Na oké, és akkor ez megvan, ugye akkor felhúztuk ezt három blokk magasra, úgyhogy most azt csinálom, szerintem, hogy lehet, hogy kicsit elmegyünk valamerre. Ezt lehet, hogy le kéne zárni, ne jöjjenek ki a slime-ok. Na, úgyhogy ez le van zárva, és akkor szerintem felmegyek egy picit. Pár percre kicsit elszaladunk valami távolságra, és addig remélhetőre fog spannolni egy pár... Oké. Jó, hogy van nálunk elítés legalább, azt most sem megcsináljuk normálisan, mert állandóan le fogunk esni. És ennyi szerintem elég is. Gyorsan visszamegyünk és megnézzük, hogy spannoltak-e. Hát egyenlőre nem úgy néz ki. Na mindegy, adunk még neki egy kis időt. Na mindegy, nem esünk kétségbe, ha már ez így alakult, akkor azt csináljuk, hogy megkeressük ezt a Skeleton Spawnert, és akkor lehet, hogy azt fogjuk megépíteni. Tehát itt ebben az irányban nem vagyunk messze. Nézzük csak, minusz 179.
Tehát körülbelül itt jól is vagyunk, és el kell menni a 698. szintre ebbe az irányba. A másik dolog, amire figyelni kell, az a csákány, tehát most már lassan elveszítjük a HP-ját a csákányunknak. Ugyanis az van, ahogy mondtam az előbb, ugye, hogy most már minden felszerelésünkön szinte van mending, és ugye, amit kapunk a bányászásból XP, tehát az ilyenekért például, mint a Redstone, az most itt mindent javít, nem csak a csákányt, tehát végül is ez az adott mennyiségű XP szétoszlik az összes felszerelésünkön. Úgyhogy végül is megvan a spawner, ez a lényeg, és azt fogjuk csinálni, hogy fogunk építeni egy szuper kis skeleton farmot, úgyhogy a slime farm helyett ez lesz az első ilyen komolyabb építkezésünk, és azt hiszem, hogy bele is kezdek végül is mélyene, kibővítjük itt minden irányba 5 blokkra, ez gyakorlatilag a perimétere, ahol a spawnertől számítva spawnolni tudnak a skelik. Következő dolog, itt pedig lefelé is le kell mennünk 5 blokkal mindenhol. Csákányunk az viszont eléggé ramatja állapotban van, úgyhogy oda kell figyelni. Nagyon sokáig nem tudom halasztani, vissza kell, hogy menjek a fish farmra sajnos. Hát slime az továbbra sincs, úgyhogy hát ez lehet, hogy nem egy slime chunk sajnos. Na és itt is vagyunk, úgyhogy akkor kiszedjük ezeket az íjakat, meg a horgászbatokat. Rápasztintjuk erre a grindstone-ra őket, és szépen leszedjük róluk az XP-t. Itt van végül is egy 11x11-es területünk. Ezt fogjuk csinálni, hogy nézzük csak, azt hiszem, hogy abba az irányba fogjuk megépíteni magát a Killing Chamber-t. Úgy kéne, hogy megoldjuk ezt a dolgot, hogy legutolsó blokkot, ezt itt kiütjük. De ugye először csak megcsináljuk itt a sematikáját a dolognak, és itt lesz egy 8 blokk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, amit szintén kiásunk először. Oké, és akkor lényegében ez itt, meg is tudjuk csinálni ezt a víz áramlatot. Ledobunk oda egy vödővizet. Nem jó. Ez nem is értem, hogy miért így volt. Na, az érdekes, ezt nem is tudtam, valami miatt ez így nem fog működni. Aha, és most már működik. Na, ez furcsa. Igazából nem tudom a magyarázatot, hogy mi okozta ezt a problémát. De minden esetre nem olyan nagy gond. Ide húzok egy falat. És akkor most lebontjuk ezt a szintet. Na most, hogy miért csinálom ezt, ugye azt akarom elérni, hogy itt megálljon ennél a blokknál a vízáramlat. Úgyhogy ez az oka ennek a nagy kínlódásnak. Na nézzük, most sikerül-e. Úgy néz ki, sikerülni fog, szuper, oké. Hát egy kicsit dolgozni kellett rajta, de sikerült végül, oké. Úgyhogy ez megvan. Hát lényegében itt az lesz ugye, hogy ahogy spannolnak a skeletonok, bele fognak esni ide a vízbe, és ez lehozza őket ide, és itt lejövünk még egy-két blokkal. Ide szépen bedobja őket. Hát az a baj, hogy nagyon közel vagyunk itt a bedrockhoz, de remélhető, hogy nem lesz probléma. Itt megint csak dobunk ide egy vödörvizet a végébe, meg ide a másik végébe. Valahol egy középen, tehát pont középen vagyunk itt, oké. Okay. Pedig bejövünk. Hú, és itt van gyémánt, milyen, mekkora mák. Szuper, kis bónusz. Oké, okay, és ide fogjuk szerintem felépíteni a
a vizes liftünket. Ezt valamennyire felvisszük, egy olyan, hát majd meglátjuk. Meg is van végül is. Na nézzük, ezt ki kéne találni. Építek minden esetre egy nagyobb területet. És itt lesz majd a Killing Chamber. Itt pedig csinálok még neki egy kis magasságot ide. Hú, gyerekek, várjunk már, hát itt van még egy spawner. Hát ezt nem hiszem el. Atya világ. Hát egymás fölött van két spawner. Ott egy spawner, meg ott van felőtte egy spawner. Hát ezt nem hiszem el. Hát én még ilyet nem is láttam. Atya világ. Íííí, de komoly. Hú, hát itt ilyen brutál mennyiség lesz, gyerekek, brutál mennyiség. Hú, hát ez nagyon, ez hihetetlen. Ez hihetetlen. Na hát ez a nap híre. Azt a mindenit. Tehát gyakorlatilag van egy dupla skeleton spawnerünk. Hát mondanom se kell, hogy ez mega brutál lesz így. Hát itt olyan termelés lesz csontból meg íjból, hogy hát nem fogjuk győzni elhasználni. Hát nem is fogjuk tudni elhasználni. Gyakorlatilag egy spawner is annyit termel, hogy szinte lehetetlen mit kezdeni a cuccokkal, amit termelnek. Na valahogy így lesz. Hát ez hihetetlen, ilyet én még nem láttam legalábbis. Ennyire közel legyen egymáshoz két skeleton spawner, vagy bármilyen spawner igazából. Biztos, hogy előfordul, de nekem személy szerint még nem volt rá példa. És igazából gondolkodtam a dolgon, és mégiscsak szerintem az lesz, hogy ez csak farm lesz, tehát nem fogjuk megcsinálni XP farmnak. Nem akarok olyan rengeteg időt itt tölteni, így is rengeteg csontot meg ilyen fogunk kapni ebből a farmból, de fogunk ide építeni mellé egy fish farmot. Ha mégis úgy van, akkor azért tudjunk itt AFK-zni, és azzal végül is ugye szedjük be a lootokat a fish farmból, meg az XP-t a fish farmból, innen pedig a csontot meg az íjat, úgyhogy szerintem ez bőven elég. Ott is volt egy spawn, érdekes, hogy mégiscsak spannolnak. Nem is olyan nagy számba, de spannolgatnak. Új, van kettő is. Nem szívja ki a vasat. És akkor ezzel azt érjük el, hogy le vannak zárva, hogy ki tudjuk szedni az összes felgyűlemet textpit, úgyhogy be is rakom ide a kezembe a csákányt. És amikor kiszedjük a vasat, akkor elvileg fogunk kapni egy csomó XP-t. Úgy is volt, oké. Majdnem fel is levitattuk a csákányt vele. Ez egy ilyen kis trükk. Slime chunk az viszont nem működik itt, tehát úgy néz ki, akkor ez a chunkbase.com website ez nem igazán működik, úgyhogy majd más módszerrel fogunk keresni slime chunkot. Ide szerintem húzunk fel egy ilyen falat.
egy sort. Valahogy így. És ezt itt beépítjük ezekkel az iron barokkal. Úgy is majd itt be kell mennünk, majd ezt még később befejezzük. Be kell mennünk leszedni a fáklyákat. De így végül is át fogunk tudni látni szerintem, és hát már meglátjuk, hogy hogy alakul. Remélhetőleg nem fogja nagyon befolyásolni a fényviszonyokat. Ezeket a fáklyákat itt a közeléből eltávolítjuk, és ez lehet, hogy jó is lesz így. Közben építettem ide egy sütőrendszert az üvegnek. Az is közben gyűljön. És kicsit dolgoztam még itt, átalakítottam a dolgot, hogy még optimálisabb legyen a lootos szempontjából. Mindjárt meglátjátok. Na úgyhogy így néz ki most a helyzet. Gyakorlatilag azt csináltam, hogy ettől a spannőtől is kijöttem 5 blokkal, meg itt lefelé is 5 blokkal. És hát nem akartam nagyon túlvariálni, úgyhogy azt találtam ki, hogy ide rakok szájnokat, még van is belőle egy pár. És ez hát remélhetően megfogják a vizet, ezek a szájnok. Mindjárt meglátjuk. És mivel itt ez a spawner egy blokkal elrébb van a másiktól, úgyhogy itt is meg kell toldanom, itt is elmentem 5 blokkra. És egy kicsit itt ezt a falat is kihoztam egy blokkal, úgyhogy emiatt ott, mindjárt lemegyek, megmutatom. Az a baj közben, hogy már elég masszívan spannolnak a skellik. Igen, itt is csináltam, kicsit arrébb vittem ezt a folyosót. Ezt a szokásos megoldást használtam, itt lent van egy slab, itt van egy sign, és ide beöntöttem egy vödör vizet, és ez így fog ide jönni, és itt fogjuk majd felépíteni a liftet. És itt pedig szintén azt csináltam, hogy tehát egy blokkal elrébb hoztam, hogy beöntöttem egy vödör vizet. Hoppa, itt is vannak, oké. Jó, na most már gyémán kard. úgyhogy itt gyakorlatilag ennyi történt, de itt ez a lenti rész, ez majdnem, hogy kész is áll a működésre. Tehát itt már nagyon nem fog belenyúlni ebbe a dologba. Na jó, megfogja, oké, szuper. Nagyon jó. Ott pedig, ha minden igaz, ott keresztül fognak tudni esni a skellik szájnokon. Megnézem itt erről az oldalról is. Ja, szuper, oké. Szóval szépen bele fognak ott esni, és szuper. Hogy innen mi majd bejövünk ide, felszedjük a fáklyákat mindenhonnan, és gyakorlatilag ez majdnem kész. És itt ez az egy blokk, hát itt jó lett volna, hogyha van jegünk, de most ez nincs. És azért nem akarok oda elmenni ott, ahol találtuk ott a messzeségbe azt a jeges biómát. De itt úgy is majd be fognak gyűlni a folyosón, és itt szépen átnyomják egymást ezen az egy blokkon, úgyhogy nem lesz probléma, vagy beanyomják egymást ebbe a liftbe. Valahogy itt így lesz, tehát van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8 blokkunk. És ide fogjuk felépíteni gyakorlatilag a Killing Chamber, tehát ez itt lesz az a hely, ahol lényegében megöljük a skeletonokat. Itt lesz egy vödör láva, azt fogja őket gyakorlatilag megölni. Viszont úgy kell megcsinálnunk, hogy a láva az ne közvetlen a hopper fölött legyen, ami beszippantja majd ugye a lootot, amit majd dob a skeleton, hanem egy blokkal alatt. Azt mondja, itt lesz
Ú, de kár, hogy nincs nálam egy hopper. Jó lett volna. Sőt, lehet, hogy vissza is megyek és hozok már ezt akkor. Most lehet, hogy meg is építjük gyakorlatilag ezt a szortírozó, meg ezt a killing rendszer, de úgy is ki kell, hogy ássuk ezt a helyet, úgyhogy ki ezt meg is csinálom most gyorsan. Csinálunk egy nagyobb helyet itt neki. Szuper, valahogy így. Azért hoztam ennyire fel, mert hát itt rengeteg loot lesz, aztán majd ezeket szépen itt végítesszük majd ládákkal, dupla ládákkal, úgyhogy azoknak lesz végül is bőven hely arra, hogy begyűjtsék a lootokat. Szóval itt akkor lesz egy fal, ugye? Ott lesz alatt a hapőr, itt lesz a láva. Itt lesz a láv, akkor ide még be kell, hogy tegyünk egy darab signt. És akkor ott lesz igazából a hopper, itt ez alatt. Kicsit vissza megyünk. Akkor ezt ide bevezetjük ebbe az irányba, hopperöket. Szuper. És ide még beteszünk még egy blokkot. Ide majd beöntjük a lávát, majd ha majd nagyjából már majdnem kész lesz. Hú, az itt hogy került ide? Ugye hát ez azért kell így, ezt elmondom még egyszer, mert ugye itt majd jön a víz, hozza a skeletonokat, azok leesnek ide, itt lesz a láva. Itt pedig azért kell, hogy kiadjunk egy helyet, mert hogyha ide raktánk erre a blokkra a hopperöket, akkor a lootok, amik keletkeznek a skeletonokból, mielőtt belemennének a hopperbe, elégnek. Így viszont ezt megakadályozzuk azzal, hogy egyből, ahogy kipulcan a skeleton, itt ugye itt lesz egy hely, tehát lesz végül is helye a hopernek, hogy kiszívja a lootot innen ebből a blokkból, tehát ennyi ennek a lényege. Ide benyomunk ezekbe egy-egy hopper. 2-3, hogy felhúzunk egy ilyen 3-as alakzatot. Igazából már csak nem is kell csak 2, mert csak 2 dolgot fogunk szortírozni, tehát ez a harmadik, ez már csak a szemetes lesz. Itt ezt is kiszedjük innen, és egy blokkal elrébb jövő. Igazából ezt itt kiütjük. Oké, szuper, és ide lelökünk egy komparitort. És lejövünk egy pillanatra, ide is berakunk egyet-egyet. De megint csak húzunk egy blokkot, nem is lesz túl sok helyünk igazából. Még itt majd le kell, hogy menjünk egy jó pár blokkal a ládáknak, legyen hely. Ide még belögjük ezt a két blokkot, ezt itt eltávolítjuk innen. Teszünk egy-egy fákját, nem, hogy baj legyen. Hol is van a repeater? Itt a repeater. Ezt itt lezárjuk. Ide is dobom még redstone dustot erre a kettőre, az ott jó. Van nálunk sticky piston és kell 2 darab observer, és talán jók is vagyunk, lába bucket, azt hiszem mindenünk megvan, még a redstone torch is, na vissza akkor megint. Úgyhogy itt ez a része kész van, igazából itt ami még hiányzott itt ehhez a szerkezethez, az a redstone torch, gyorsan be is teszünk.
ezt ide kell be, tehát itt ahol van a komparitor, gyakorlatilag a komparitor alá tesszük, és ezzel gyakorlatilag kész is vagyunk. Hoztam íjat is, meg csontot, úgyhogy be is tudjuk fejezni a szortírozó rendszert, és lássuk, lássuk. Lényegében itt ezt is azt hiszem, ezt itt eltüntetjük, mert ide fogjuk majd felépíteni a szemetest. Tehát lényegében ugye a két fontos dolog, ami nekem minden kell ebből a Skeleton Farmból, az a csont és az íj. A skeletonok néha dobnak más dolgokat is, például íjat, meg van mikor van náluk páncél, amit szintén eldobnak. Ezeket én nem akarom gyűjteni, tehát ezeket fogjuk majd belevezetni ebbe a szemetesbe. Egyelőre megcsináljuk itt a szortírozó rendszer, tehát itt ebbe a hapőrbe legyen mondjuk az első, tehát kell valami olyan dolog, ugye, ami biztos, hogy nem fog jönni a Skeleton Farmból. Hát itt rakhatunk gyakorlatilag bármit, de rakjunk mondjuk, hát lepiszt, azt tudja, hogy nem fog innen jönni. Ezt ide berakjuk a 2, 3, 4 és az 5. slotba, és ide az első helyre pedig bedobjuk a mondjuk az arrow-t, tehát a nyilakat. Ezek fel fognak menni 41-ig, és utána a 41 fölött minden, ami tehát belejön ebbe a hapőrbe, az le fog menni igazából a ládába. És ugye ezt megcsináljuk itt a másik oldalon, csak a csontokkal. De berakhatnánk akár csak egyet is, tök mindegy, ez fel fog menni, ahogy mondom, 41-re, és akkor a többi az mindig megy bele a ládába, ami alatta lesz. Ugye gyakorlatilag ez kész, akkor ha már itt vagyunk, akkor ide rakunk egy átmeneti blokkot, és ide benyomunk egy hapört. Hú, és még valamit nem hoztunk a fenébe. Na, kellett volna egy dispenser, vagy egy a dropper. Anélkül viszont nem tudjuk megcsinálni ezt a dolgot, úgyhogy azért vissza kell, hogy menjek sajnos. A lényegében a szortírozó rendszer az készen van, tehát ez ennyiből áll. Új dropper tudunk csinálni, jaj, de jó. Na, oké, akkor meg vagyunk mentve. És akkor ugye itt van ez a hapőr, és akkor így berakjuk így a dropper-t, hogy lefele nézzen ugye ez a lyuk, ahol majd kijönnek a cuccok. És ne legyen összeakadás, ezt lehet, hogy úgy csináljuk meg, hogy itt erről az oldalról, vagyis pontosabban lehet, hogy még eljövünk, és itt ezt itt bentebb visszük, hogy ne kavarjon itt össze semmit. Ezt szépen elvezetjük oda. Okay, tehát mi fog itt történni? Tehát ugye itt jönnek le a lootok majd, ahogy kipulcannak a skeletonok a lávában. Ezeket szépen begyűjti ez az első hapör, nyomja tovább a többibe. Na most ahogy eljön ide, ugye itt lesznek az íjak, a másikban a csontot, tehát az íjakat azt kiszortírozza ez az első szortírozó, csontot a második, és minden további dolgot, ami jön lootként a skelikből, azok mennek tovább ezeken a hapörökön keresztül, és szépen eljutunk idáig. Fog még nekünk kellene egy kis hely. Kicsit még itt fentebb jövünk, ide rakunk egy átmeneti blokkot ide alá, ezt kiütjük, és ezt belevezetjük ezt a hapört ebbe az átmeneti blokkba. Ezt szintén kiütjük, és akkor ide betesszük alá a... Mi volt ez a droppert? Oké, nagyon szuper. Csinálom egy kis helyet, sőt még itt oldalt is, hogy elférjünk. Akkor ide berakunk egy blokkot, ide letehetjük a sticky pistont, úgyhogy így felfele nézzen, ide lerakunk egy komparitort,
elővesszük a két observert, és becélozhatjuk ezt a kompalitónak a szélét. Legugolunk és úgy tesszük le, tehát lényeg az, hogy a szeme errefele nézzen. Azt pedig oda teszünk egy átmeneti blokkot, talán így jó lesz, ha minden igaz. És ezt oda benyomjuk. És ha minden igaz, akkor működik is, nézzük. Igen, igen, igen. Biztos? Oké. Okay. Na hát ez gyakorlatilag ennyi. Ezért befáklyázzuk, hogy ne legyenek itt mabok, véletlen se. És... ide rakunk egy ilyen megoldást. Ide beöntjük a lávát. És ugye szépen csak beledobálja ez a dropper, amit beleteszünk cuccokat a lávába, és ezt itt lezárjuk, nehogy probléma legyen. És gyakorlatilag ez kész, ez volt a szemetes rész. És hát el kell mennünk megint láváért, ami fú, most fogalmam sincs, hogy merre volt a láva, amit találtunk itt. Majdnem kész vagyunk igazából. Itt feljövünk, és... itt eljövök még egy blokkal elrébb. Na valahogy így, és akkor itt az lesz, hogy ide beöntjük a lávát. És ez lényegében itt kész is van. Ezt itt szépen lezárjuk. Csinálok ide egy feljáratot, hogy be tudjunk ide jönni. Ugye még nem vagyunk teljesen kész ezzel a farmmal. Oké, tehát itt fog jönni ugye a víz, ez ez a szárny megfogja a vizet, és a skellik egymás szépen belenyomják ide a lávába, és kipurcannak, és kapjuk a sok lootot. Legalábbis ez a terv. Csináltuk volna úgy is esetleg, még nem késő, hogy egy blokkal fentebb jövünk, ja, még nem késő. Lehet, hogy az úgy jobb lesz egy fokkal. Tehát ezt a szájnt is feltesszük egy blokkal. Annyiból jobb lesz így, hogy így véletlen se tudnak kiugrani, vagy nem tud kiesni esetleg a loot a lávából, tehát így gyakorlatilag egy blokkal fentebb jön az egész megoldás. Ide is rakok egy szájnt itt átmenetileg, hogy majd amikor itt dolgozzunk, akkor nehogy túlfoljon a víz, és hogy támasson minden redstone-t itt lent. Azért nem örülnék túlságosan. Oké, tehát itt ide még berakok egy üveget, csak a rendkedvéért. És akkor ez itt kész van. Na a következő dolog, akkor le kéne, hogy menjünk alulra. És kelp az nincs nálam, úgyhogy visszaszaladunk a kelpért. Akkor itt a következő dolgot csináljuk. Leöntünk egy vödörvizet. Azért hoztam kettőt, mert lehet, hogy úgy csináljuk meg, hogy először csak megcsináljuk a liftet, aztán majd innen is öntünk egy vödörvizet, ami elhozza őket ebbe az irányba, a skelliket. És akkor szépen lemegyünk. Ezt a blokkot itt kiütjük. Ugye ezeket a blokkokat lemegyünk teljesen ugye a aljáig. Oké, és nincsen a skalik, az tök jó. És akkor ezt itt szépen végig tesszük egészen fel, az összes blokkot kell fel. Bejövünk. Kiítjük a kelpet.
kiütjük ezt az alsó blokkot, és ide berakunk egy Soul Sandet, és meg is van a lift. Ennyi. És akkor ide pedig beöntünk még egy vödörvizet. Ide erre a blokkra rátesszük. És ez szuper, ez itt meg is fogja, igen, a sign, és nagyszerű, oké, ez volt a terv. De gyakorlatilag itt ez az egész skilling chamber készen van, és akkor ezt itt le is zárhatjuk. Talán befejezzük itt ezt a szoltéhozó rendszer, tehát mármint a szoltéhozó rendszer az kész van, annyit kell csak csinálnunk, hogy rakunk ide egy jó pár ládát, még hozzá rakunk ide egy ilyen átmeneti blokk megoldást, és ilyen dupla ládákat teszünk, ezeket szépen végig tesszük. Hát ez nem túl sok, ugye ettől jóval több kell, mert azt fogjuk csinálni, hogy le fogunk még menni egy jó pár blokkal, és akkor ezeket végig tesszük ládákkal. Átmeneti blokkokat itt kiütjük, és ezeket végig tesszük hopperrel, úgyhogy mindegyik hopperbe levezetjük a ládákba. Valahogy így. És hát gyakorlatilag ennyi, tehát kész a raktárrendszerünk, meg tehát a raktár és a szortírozó rendszer Skeleton Farmhoz. Azt hiszem, hogy meg is ragadom az alkalmat, és lentebb ezt az egész dolgot, lentebb visszük. Na gyerekek, kész vagyunk, hát ha ezek megtelnek, akkor tényleg nem lesz többet gond ilyen ezekre a nyersanyagokra, tehát az íj és a csont. De majd lehet, hogy hozok egy csapóhajtót, és rakunk ide egy pár létre, de igazából ezek meg fognak telni, tehát előbb-utóbb ezek meg fognak telni, tehát nem fog nagyon kellni használni nekünk csak ezt a felső pár ládát, akármennyi mennyiségű cucc kell nekünk innen. Az elején most még meghagyom ezt a dirt oszlopot, hogy le tudjunk menni csekkolni, hogy mi újság van. Na oké, és akkor nincs más hátra, mint befejezzük magát a Skeleton Farmot. Szépen kiütjük, ezt is kiütjük. Alatta kiütjük ezeket a blokkokat. Építünk egy ilyen kis bridge-et. Oké, gondoltam, hogy ez lesz. Nem kell ide bridge. Na várjunk csak. Az a baj, ez most lövöldözni fog minket, oké. Nem baj, nem baj. Oké, ez megvan, ez pedig nézzük, itt nincsen semmi. Ezeket talán elérjük innen, és úgy is van. Beindultak, srácok. Ezt is onnan kiütjük, ezt is.
az utolsó. És ennyi, gyerekek, ennyi. Úgy, ott is van fent. Uha, igen, ez már veszélyesebb. Ajajajaj. Jó, de nem meghalni itt. Oké, talán most már jók leszünk. Oké, fú, ezt megúsztuk. Ide még azért teszek egy-két fákját, hogy itt ne spannoljanak. Itt még kiütjük, ami nem kell ide. Például ezt a fákját. Ezeket a dörrblokkokat. És egy gyakorlatilag kész vagyunk. Ennyi. Ezt be is feszedjük oda, nem hiszem, hogy ki kell mennünk még egyszer. És szépen jönnek fel, látjátok, oké, ezek ott esnek le. Lehet is hallani, hogy pusztulnak el a lávában. Jönnek fel szépen, oké. Tök vicces, hogy így úszkálnak fel itt a liftben, ugye? És na nézzük meg a lootokat lent. Igen, még talán még nem töltődött fel ugye a 41-es mennyiség. Hamarosan felfog. Oké, most már jönnek is, oké. Jön lefele. A csomból már megvan a 41, a szortírozóban. Éjból még nincs meg, úgy látom. De az is meg lesz hamarosan. Már van 7 darab csontunk. De kicsi feljövünk, de közelebb kell, hogy legyünk. Ahhoz, hogy spannoljanak a csontik. És ki kell majd tapasztalni, hogy milyen messze kell, hogy legyünk igazából. Csinálunk egy ilyen hármas alakzatot. Az itt pont középen van, szuper. És itt lejövünk egy-egy blokkal. Csinálunk egy szuper kis kilátót, oda majd beteszünk vasbát vagy üveget, mindegy. Sőt, lehet, hogy itt lejövök még egy blokkal. És ide nem rakunk fákját, hanem majd rakunk szlebeket. És akkor nem tudna spannolni a skeletonok rajta, véletlenül sem. Azaz. Akkor ez egy ilyen kis kilátónak fog ez itt szolgálni, kilátó szerepet fog itt ellátni. Valahogy így, és akkor nem fog beszűrődni a fény. Ugye is tehetünk egy-egy blokkot, és akkor egy jó kis lépcsőnk lefelé. Valamit még meg akarok nézni. Elég nagy fény van ott, az az igazság. Körülöttük, ott abból a folyosóból jön ki. Aha. Hát az lehet, hogy nem fog nagyon zavarni. És lesz itt rengeteg lót egyébként, úgyhogy nem mindenmi probléma lenne. Jó, ezt így hagyjuk szerintem. Talán jól látom, hogy elég jó helyen is vagyunk körülbelül. Tehát itt elég frankon spannolnak a skellik. Majd valahova itt ide szerintem felépítünk egy újabb fish farmot. Itt a fákjákat innen elszedem, aztán lehet, hogy ezt itt végig tesszük itt ezt a helyet szlebekkel. Ó, te mit keresel itt? Úgy, de megijedtem. És akkor itt nem fogna tudni spannolni. Ezen az első pár blokkon legalább, ezeket itt végig tesszük. Itt már egészen frankó. Jók vagyunk, nagyon lehet halni, nagyon keményen spannolnak. Itt pedig már szerintem ez majd elég messze van attól, hogy befolyásolja, hogy beszűrődjön ide a fény a farmra. Na nézzük meg a lootokat. Azaz, hú, hát ez már majdnem egy stack
nyíl, ez már több, mint egy stack bone. Hát ennyi, úgyhogy gyakorlatilag gyerekek kész vagyunk. Ezt itt én le is zárom szerintem, most igazából nem hiszem, hogy nagyon szükségünk lenne. Habár mondjuk lehet, hogy viszek, ezeket elviszem végül is, miért ne. Legyen éjjunk is, meg legyen csontunk. Ez most egy időre biztos, hogy elég lesz. De nem hiszem, hogy nagyon vissza kell mennünk, úgyhogy ezt lezárom végül is kővel. És hogy ennyi, gyakorlatilag kész, ezt majd kicsit még itt kibővítjük, meg adunk neki valami pofásabb külsőt, de gyakorlatilag mechanikailag azt tudom mondani, hogy kész vagyunk, tehát minden, ami kell ehhez a skeleton farmhoz, ez gyakorlatilag kész. Ez, amit csináltam, ez a szortírozó rendszer, ez opcionális, ezt nem muszáj megépíteni hozzá, lesz elég nyersanyag ebből a két dologból, tehát az végül is amennyi kell az embernek igazából az éjból vagy a csontból, ez akár még, hogyha ha ugyanabban a ládába mennek bele, végül sem egy nagy dolog kiszedni, de én jobban szeretem így gyakorlatilag egy kicsit ilyen organizáltabb a dolog. Kicsit zavar engem az a fény ott lent. Lehet, hogy azt csinálom, hogy visszamegyek, és remélhetően túléljük, de legalább azt az első egy-két fákját onnan eltávolítom. Úgyhogy belizikózok a dolgot, lejövünk még egyszer, még utoljára. Igen, itt van egy fákja közvetlenül, mert még ezt is kiütjük itt. És innentől kezdve már jók vagyunk. Aj, srácok, hagyd menjek, bocs! Oké, tiétek a terep. Na itt most már jó sötét van, szuper, oké, nagyon jó. Ez már szuper. Úgyhogy srácok, ennyi lett volna a mai rész, remélem, hogy tetszett, ha igen, akkor légy szíves, dobjatok egy lájkot, ha eddig még nem tettétek meg, iratkozzatok fel, és klikkeljetek rá a harangikonra is, köszi még egyszer a figyelmet, hamarosan találkozunk, Smokey voltam, ciao!